Értem, üdv a csatornán, sziasztok gyerekek, éppen jelentkezik a következő csodálatos farming szimulátorral, és el kellene kezdenünk egy kis aratási dolgot. Gyerekek, egy kicsit belepörgettem az időben, hogy ne kelljen ezzel beszélni, meg még ráadásul annyit csináltam, képzeljétek el, hogy addig pörgettem, amíg ilyen 1200 eurós áron sikerült a búzát bájtani. Egyébként nem volt nagy kusz, mivel gyakorlatilag ilyen 24 óra belepörgetésen, amíg beérett a búza, annyi idő alatt meg is lett a dolog. És nézzétek, ugye kiürült sajnos a búza az árpatyúkoktól, viszont 1776 tojásnál vagyunk már. Szóval ez itt tök jó, nagyon örül neki a képer, de veressük neki, mint a vereség. Hallod, most komolyan beleült innen, beleült a T-150K-ba. Hát hogyan történhetett ez? Na várjunk, nyomj, indulj meg. Ja, itt mindig be akar a izére. Érdekes, hogy mindig be akar. Betaladni be lehet, azt mondja, mint a Campo, ez új működik a dolog. Jól van gyerekek, jól van. Figyeljetek, kitalált a képer egy csodálatos dolgot. Hogy valamit megcsinálhatnék egyébként abban a csodálatos arrébbozta, akkor nem kellene mindig szívni. Figyeljetek, majd mindjárt meglátod, ne féljél, meglátod, hogy a keeper mit talált ki, várj. Rendezett szarszólást kapcsold már be, mert összeköszednünk azt is. Figyelj, meglátod, hogy mit találtam ki, megindítom így a kampányt. Ha? Ugye? És akkor le lesz maradva az aj vége. Ha? Ugye? A keeper nem olyan hülye, mint amilyennek látszik. Na, egyébként mínusz pénzünk van természetesen. Csodálatosan el vagyunk adósodva, de azért gépi munkással dolgoztatunk, mert miért ne? És akkor így most azt csinálom egyébként, hogy elindítom ezt meg fölfele. De itt már ugye a végén emiatt tök jól fog működni, de egyébként úgy telik ez a búza, mint az állat. Ja, el kell adni, jó áron, egyébként ja, jó áron veszik, kicsit megnyugodhatnál képen, aztán akkor tudnánk, hogy mit is beszélsz, meg akarsz. Viszont nagyon jó ötletet adtatok, hogy az ifalva igaz, hogy nem tudok hordani szemet, de viszont tudok húzni palotkacsét. Nagyon-nagyon epic gyorsan, ugye 70-nel tud menni, bár aztán nem. Egyébként nem értem ezt a motorlódot, hogy ennél az ifánál miért zöldre írja, hallod? Hát minden járműre nem ér. Ja, mert tolatáskor zöldre írja, vagy mi a szóval? Egyébként oda kell vinni, oda még soha nem vittem, nem tudom, hogy kell. Ja, de várja, vittem, de az egy szar hely, mert ugye, úristen, az nem lesz jó nekem az a hely. Hely! Mert nem fogok tudni bejárni két palotkacsival szerintem. Emlékeztek, az valami nem jó hely lesz. Na mindegy, ifa, hadd szóljon. Traktort, hadd szóljon, melyik a leggyorsabb traktor, az MTZ. Ugye most már van elég gépünk ahhoz, hogy nagyon sem lesz csodás dolgot. Na figyelj, ott a, kiért az a gép, azt meg ott arra megy. Gyerekek, egy kicsit nem vagyok összeszedett. Várjatok, azt meg jöjjön vissza nyugodtan egész végig. Ránézek, jó? Várjál pillanat. What? Álljál le, majd igazítalak. Igazítom majd, a képerre majd igazítom. Jaj, várjatok, sorskártyán abban marad. Jaj, majdnem leejtettem az órámat. Sőt, le is ejtettem az órámat. Sorskártyán abban majdnem befelejtettem, úgyhogy lehet, hogy egy pár másodpercet fog késni, vagy egy pár percet. A sorskártya! Remélem, hogy de jó lenne, hogy kapnánk egy kis mánit. Egy kis mánit, várja, nem jól indítottam meg. Annyira nehéz kiszámolni egyébként. Mondtatok, hogy a GPS módot rakjam fel, aztán akkor látni fogom, hogy hol vannak a vágóasztal szélességek, meg ilyesmik. A másik kambányra is átugratunk, mert a keeper az gyorsabban megfordul, meg igazából nem megfordulni akarok, hanem így erre, elküldöm erre. És akkor így a jó lesz, mert a végei le lesznek aradva, és akkor mehet hosszába. Ja, nekik nagyon-nagyon hajnal van, még hajnal egy 8 óra 41. Csapjad neki. Egyébként a kabányokat is majd meg kell javítani, hogy jobban eressenek. Oké, nagyon jó, szuper. Kéne nekem még egy traktor. Nem is tudom, mivel megyek, szerintem az MTZ-vel, ugye az a leggyorsabb traktorunk. Adja neki is annyit, de miért a kristálba szállsz be, jaj? Na, becsipte a ruhám, bekapta a ruhámat a traktkerítte is. Na gyerekek, hát nem lesz egyszer, de legalább most már nem éjszaka hordjuk a szemét, már a nyög is őrülök, jepőr. Meg kihozok még traktort, amelyik gyors és fürge és csodálatos, az meg lehet, hogy még a Zetor Kristál lesz. Hát nagyon gyors traktoruk nagyon nincsen, mondjuk lehet, hogy az a baj, hogy T-150K-ba megbolondulsz. Na, ugye, és most meg lehet indítani, majd már a főfelé.
Hát a gépecskét. A T-150-kel azt tudjátok, hubsterelnivel jó lesz. Ezt a gépet, meg is ugrunk, és akkor abban a pillanatban elveszem tőle az irányítást most, és már indítom is meg fölfele, és akkor igazából megvan, alul fölül a csík, tehát így érdemes, gyerekek, így érdemes csinálni a dolgokat. Kövidi tikoknak elebózsiát, az lesz az első gyerekek. Az lesz az első, tikoknak legyen elebózsiájuk. Egyenek egy kicsit, tolják a tojást, hatalmas nagy üzletet Keeper bele beköti velük. Hol van a másik kombány? Aha, jó, oké. Tolatgat itt próbálkozik. Gyerekünk nem kell az, hogy tolatgasson, mert szerintem már ez így jó lesz. Itt a felső része nagyon nem szoktak elhagyni. Ezt megindult erre lefelé okosba, ugye? Ugye? Nyomjad neki testvérem. Úgy, ugye? Tudod te a dolgodat? Tudod te a dolgodat? Oké. Akkor, lassan ürítési dolog van, mert már 75%-a van. Menjen az ifa. Mehet az ifa. Veressük. Hát, jó. Mi a fa? Aktiváljam a Windows, nézd ma, hallod. Kirakott ebbe egy feliratot most. Hát ezt nem hiszem el, hallod. De ez miért csinálta? Pedig nézzük. Hát ezt nem értem. Egyébként sejtem, hogy miért rakta ki. Mert ugye most cseréltem körülbelül egy órája a fele számítógépemet. Mármint ilyen hardware eszközöket, ugye ki lett cserélve a processzorom, az alaplapom, a memóriáim, és lehet, hogy úgy gondolja, hát akkor most itt el kell viseljük, gyerekek, lol. Hát nem fogom újra kezdeni a videót. De hallod, hallod, ilyet még nem értem. Ki vagy, aktiválja a Windows-t? Lebukott a Keeper? De nem, egyébként az izé miatt. És tudti, gyerekek, hogy amiatt rakta ki. Miért? 91%-a, gyere, mennyi ifa, egyébként az ifa az, ja, gyorsan szállíthatnál, hogyha viszont ennek meg nincs elég teljesítménye, ugye. Ja, ugye amiatt, mert gondolom, kicseréltem a félgépet, azt úgy érzékeli, hogy egy másik gépre van feltelepítve. Lehet, hogy ugye megváltozott gyakorlatilag a MAC address, meg mindenféle összetevője a gépnek, és úgy érzékeli, hogy ez nagyon drag. Hát bozs, gyerekek, ott most el kell viselnünk, hogy aktiválja a Windows-t, azt így veszi egész okosan. Hát az előbb még nem volt ott, hallod. Tényleg most cseréltem, ugye most vettem fel az előző részt, mert ugye két részre számítunk ma. Mármint ugye ez a második rész, azért ugye egyszerre sikerült fölvennem őket, vagy egyszerre, hát elmentem kutyát sétáltatni, közben annyi volt. De hát ilyet még nem értem, apám, hogy ez történjen a hülyével. Nem, bocs. Bocs, gyerekek. Remélem, hogy nem annyira nagyon idegesítő. Ezt kibírjuk így, ugye? Aztán aktiválja vagy a Keeper, vagy valamit. Valamit okoz, hogy dördenjen valami. Na, ezt az ifával elviszem szerintem, mert az a gyorsan odaérnék. Gyorsan a francot egyébként nem érzed oda gyorsan. Belegondolsz olyan, izé, ugye lassú. Ja, gondolom tényleg amiatt van, mert kicseréltem a félgépemet. Ugye alaplapot cseréltem, meg processzort, meg RAM-okat, és gondolom az alaplaptól függ, hogy úgy érzékeli szerencsétlenje, hogy... Figyeljetek, a hátsó falut kicsit leakasszuk, maradjon. Jaj, ne! Öcsém, úgy megjettem, alor! A sportszelet kiugrott a gatyába. Esküszöm. Na, vigyük a tikoknak az elebózsiát, gyerekek. Hány liter? 10.000 liter, hát ez csak elég lesz nekik egy darabig, csak az a baj, sajnáljál a Keeper, mert ezért 10.000 literért tudjátok, mennyit kaptam volna? 12.000 pénzt, ugye? Aktiválja a Windows-t, öcsém! 12.000 pénzt kaptunk volna ezért. Hát ez van, nem baj. Nem baj, gyerekek, körlökikoknak enni. Ennyi-annyi. Lényeg az, hogy a tikok előtt legyen víz. Ja, egyébként elég jól megy, ugye, amikor már kiorsul szerencsétlen ifa. A tisztonda izével. Búzával. És ugye, gondolom írjátok, hogy hát miért nem összül olyan ifalt, amikre lehet önteni, mert nincs rá pénz. Az a szituáció. Figyelj itt meg a csávok bennek, ne már lopjátok a tojást. Figyelek rátok, figyelek. Na várja, ide befordulunk. Szépen, képer. Jaj. Hát ha én normális vagyok, akkor... Aha, várja. Billentési oldalt kell váltani, ugye? Bol. Akkor így jobbjuk meg az út, és jobb lesz. Így már mindjárt jobb nekünk, hogyha jobb oldali billentősök vagyunk.
Jaj, sötik a kujjra elkezdenek tojni. Jó, hogy nem döglöttek meg, vagy valami csoda, nem? Jó, 10.000 liter bele is fér ebbe. Ott ám úgy nyeri, mint a szart. Jaj, csönye beszél a képár. Csönye beszél. Na, állj, megnézem, hogy mi van az alatta. 10.000 liter az félig sincs, hallod? Szerintem úgy megzabálják, hallod? Mondjuk 500 tyúk az Duris Erdi, biztos. Gyerekek, a Targonc számolni PR-ra nem tudok megfordulni. Hát mit keres ez a Targonc? Ez is ilyen 100 évig induló, de el dolog. A mai részben meg akarom venni Tikollát a másodikat. Jó, van egy izé elég nekik szerintem, egy búza. Csipegessenek, menjenek ki kapírgálni egyet. Te izé, zabálnak. Jó, ez ki van számítva, ifával itt tök jól meg lehet fordulni. Figyeljetek, gyorsan visszaérek, aztán már ürittek is. Meg ugye hordhatom be a silóba is, ha úgy van. De általában úgy van. Megyünk le a klubban, vagy nem. Hogy van ez a izé zene? A Flortovi azzal vágodott be, ugye. Elmegyünk erre. Elmegyünk hátul-e. Wow! Azért üresen tud menni az ifa, hallod? Lenyomjuk a golfot, mint a szart, figyelj! Nem elért a potkocsit. Jó, ürítési lesz mostál. Egy kicsit ködös a határ. És a traktor nagyon fut. És a traktor nagyon fut. Aktiválja a Windows, go to setting. Aktiválja a Windows, go to setting. Mert a Microsoft nagyon dühös lesz, hogyha nem go to settings. Na, adjál neki, ja, mert nem, arra nem akarod bele. Jól van, hát válogasson, szép fiú, jelogasson. Na, erre esetleg reülíted, vagy még hozzak neked esetleg egy izét, egy arany mosdót állat, abba akarsz csak üríteni máma. Jajjaj, gyerekek, jajjaj, egy kicsit közel ment a keeper. Na, 22, 21, 20, 10, 19, és már beértünk is a másikra. Most nagyon jók vagyunk, gyerekek, látod? Most nagyon jók vagyunk. Egyébként, hogyha lenne egy kamazzal, egy nyerges kamazzal, gyerekek, simán ellátnám az összes kombájt a világon, ami van. Na, jók vagyunk. Lassan majd ugye szedhetem a szóbát is. Aktiváljad a Windows, go to setting. Aktiváljad a Windows, go to settings. Na mondjuk settings, ugye? Nem setting, hanem settings. Jó, ez 91%, amire megfordul, arra szerintem levegy a nap. Gyerekek, egyébként ennek a két végét ugye learatni, mekkora királyság volt, hallod? Így nincsen problém. De visszafogám azt olatni, úgyhogy még meggondolja. Figyeljetek, akkor hozzunk már egy... Figyelj, nem kell több traktor, úgy érzem, az ifával el tudom itt látni a feladatunkat. Csak onnan nem tudom, hogy fogok tudni bevenni. Egyébként itt az MTZ is, ha még szükség esetére. Ezzel meg hozom a izét, hozom a csodagépet. Ugye, a szomoszedőt. Megindultunk. Visszatobolunk. 96%! És ez nem fog beleférni mind, úgyhogy... Esélyes, hogy nem fog beleférni mind. Mert ugye 56.000 liter. Azt nem indul az ifa. Egyébként nem bírja elhúzni, mert az a nagy bajám. Megállt a segítő. Megsegített az álló. Üritse! Üritse, more! Jó. Oké, ebben még marad egy kicsi. Ugye, egy olyan 10% maradt, 15. Nem, gyerekek, meg is, jó is lett. Valamit nagyon elszámoltak itt. Ja, mert ez nem 8000 literes, hanem ez izé, ez 10.000 literes. Gyerekek, menjünk már, légy szíves, indulj el, várja, nem csökkent az ára ennek a dolognak. 1200 gyerekek, az nagyon jó, 12.000 egy forduló, meg a szállomba, meg minden. Egyébként tényleg össze kéne kaptam egy 65.000-et, megépíteném a másik tikolat, hogy hogyan állna. Jaj, gyerekek, várjál már. Izé van, sorskártya dolog van, ugye? Ezt nem hiszem, aztán sorskártyázok. Jaj. Gyorsan, csapom neki. A kilométer kiállt ide, hallod, kiállt. A Beáta kapuba. Tudjátok? A Beáta az Beáta kapuba. Na, mekkora poénokat mondok, nem bírjátok elviselni szerintem.
Nagyon illik. Nagyon, egyébként most nagyon érzem, hogy itt nagy hatalmas üzleteket fogok kötni. Itt hogy tudom? Oda kell azt a... Várj, itt hátul be tudok menni, ugye? Elvileg itt nincsen kordon középen. Ah, akkor nem jöhetek itt 10 éve is vonatta gyerekek, nincsen semmi gond. Na, ürét se! Most miért nem üríti? Megint meg kell változtatni, aha. Nem tetszik neki, oda néz, jaj, az oldal meg, jaj, hogy akart. Na várjatok, kirovetsz-e akkor. Vegyük már fel ezt, hogy valamit haladjunk. Fordítsd rá a hidraulikát. Mi volt ez? Betakarításból származó bevétel, tökéletes. Jöhetünk, mehetünk vissza az zifára. Jó. 12 ezer egy kanyar, ugye? Hát nem nehéz megfejteni, nem nagy fejtés. 54%, tök jó, jöhetünk vissza. Egyébként egy gyors járművel ugye tök jól el tudod hordani. Figyelj, egy nyerges kamazzal, vagy nem is kellene egy nyerges kamaz, hanem egy sima kamazzal, ami ilyen 20 pár ezre belefér, azzal én tök jó vigan el lennék. Legyen gyors, legyen erős, nem is kell, hogy olyan túl sok férjen bele, hanem inkább legyen dinamikus. De ugye nem mindegy, hogy milyen gyorsan viszed. Mondjuk most nem kell ám olyan gyors, messze vinnünk, úgyhogy az jó dolog. Úgy gyerekek, nézd itt a Cherokee Jeepet legyorsoltunk, vagy mi volt az. Ezt vegyünk megint üríteni. 65 ezeret össze kell csippantani ma. Ívacsém. Egy kicsit lekocoltuk az elejét. Tükör egy kicsit görbült. Ja, szépen megy az aratás. Gyerekek, komolyan. Jaj, várjatok! Sorskártya. Beállok a kombány alá. Jó, azt a sorskártya. Beállok a kombány alá. De várjál ma. Mi? Várjál, ma valami hülyeséget csináltam. Ó, te fiú. Azt a betyár gyerekek, miért nem szóltatok? Biztosan, ha végigmondtátok, áj! Hülye kipőr! Rendezett szórás nincs benne. De alatt úgy hagyta. Egyébként úgy lett hagyva, hogy be volt kapcsolva. Nem tudott kikapcsolni, ugye oké, hogy babot arattunk, ott nincs. Nem vagyok boldog, gyerekek. Nem vagyok boldog. Jó van, várjátok, sorskártyázzunk egyet. Roncsuk-e teljes vértékvel kerüljünk egy gyerekek még. Nem upgrade-eljük, vagy update-eljük. Jó, fölgessünk valami jót ki, valami pénzt, valami jó üsse markunkkal, sok ezer! Na, többet, na, többször nem izé. Valami jó jöjjön! Az állataid nagyon jól érzik magukat, szaporodtak 20%-kal nőtt a népességük, gyerekek. Hát ez nekem nagyon jó, tehát akkor gyakorlatilag ingyenbe tudok venni. Megtalára megtelt. Jó, ingyen. Akkor ne felejtsük el, hogy fel tudom szaporítani 20%-kal, tehát 1/5-ével fel tudom szaporítani. Gyakorlatilag 500-ra fel tudom nyomni ingyen, most a tyúk állományomat. Yep. Ez akkor lett volna jó, hogyha van. Mint tudom én, 800 tyukom, aztán akkor ezerre fél meg volna. Nem baj, ne legyünk tehetetlenek. Ugye? Mindjárt gyerekek, mindjárt csináljuk is. Szapori. Akkor ugye 400 valahány darabom van, azt ingyen meg tudom csinálni, annyi, hogy visszaírjuk ugyanannyira a pénzünket, amennyi éppen volt. Ennyi az egész. Ez nem egy nagy megfejtés. Aktiváld a Windows, go to settings. Ez jó lenni, de elnagyotjuk a keeper ezen a hülyeséget. Na menjünk ma. 99%. Semmi gond nincsen, megérkeztem testvérem, de ez a difel olyan lassú, de tetves. Tetves és a dugó, ugye? Narancs, tetves és dugó. Vágjátok mi az? Úristen, a legnagyobb mém a történelemben. Omlásveszély van, gyerekek! Úristen, remélem, hogy valaki tudja mi az. Remélem, tudja valaki mi az. Na figyeljetek, ez kiürít, akkor mehet tovább. Én azt csináljuk, vagy eddig akkor megcsináljuk a tikokat, nem? Kell csinálni a tikokat. Egyébként érdemes most már, szerintem így közlekednünk, mert így sokkal gyorsabb.
És akkor menjünk ma? Azt mondja, hogy van nekünk, hát mindegy, mert igazából az összes tyúkot 453, ugye tovább nem tudom növelni. 11.300-ra vissza kell írnunk a pénzt, miután megvettem. Azt ne felejtsük el, értitek? Akkor 11.300-ra meg vissza kell írni. Jó, csirke legyen fekete, legyen fehér. Jó, a fehér, tojik ez. 11.300-ra, miután megvettük az összeset, 11.300-ra vissza kell írni. De mondjuk igazából annyit zól megtett, 3055 eurót vissza kell írnom magam, ennyi az egész. 3055 eurót. Hogy 11.300, teljesen meg is történt. És akkor most megvan már az össze, 500 tyúk. És van 1776 liter tojás, amit gondolom abban van. Az a baj, hogy nem tudom, hogy ezt hogy lehet megnézni, de lehet, hogy alájárnék targoncával, akkor jó lenne. De most ne azzal foglalkozzál, Keeper, hanem hordjad már azt a rohadt szemet, mert megbolondulunk. Elég jó, elcseszted amúgy is. 51%-on lehet, hogy most kiküldöm az MTZ-t majd. Ezt elviszem, és kiküldöm az MTZ-t. Mennyi pénzünk van? 11 ezer gyerekek. Ugye 65 ezer a tyúkol, annyira mindenképp el kéne jutnunk. Jó, a sorskártya jó volt ma végre. Hát nem egy eget rengetően jó, de nem volt rossz. Egyébként van olyan sorskártya, ennek az ellentéte, hogy ugye járvány pusztít az állatok között, és akkor bukott. Hát azt már egyszer ki is húztuk, azt hiszem 5 tyúkból elvesztettünk, nem 50 tyúkból elvesztettünk 5-5. Egyébként sorskártyákat kéne még bepakolnom, én nagyon érzem, hogy ez kezd kevés lenni, mert kezd el így ismétlődni, és nem örülünk. De veressük neki, ki kell küldenem lehet, ezt elviszem, elkezdem ürítetni, azt kiüldöm az MTZ-t, itt áll, onnan én, itt áll, nem ittam, hogyan ittam volna. Maga ivett? Nem, ivott. Aj, jó van, hagyjuk. Egyébként a legnagyobb poén, hogyha megkérdezitek tőletek bármit, hogy mondjuk ahogy magának mennyi az évi fizetése, akkor mondjátok azt rá, hogy hát ki az az évi? Vagy akármit, vagy mi az, mennyi az évi bruttó, vagy mennyi az évi akármi, azt mondjátok rá, hogy ki az az évi? Szerintem az nagyon vicces, gondolom. Most egy kicsit jobban működik a logisztikánk, ugye érzem? Egyébként ez a Power Touch is csalátos, ez nem is tudom, ez még talán nagyobb, mint ami volt. Az a baj, hogy... Melyik van fullos? Mindegy, igazából tök mindegy, melyiket üríteném. Csak az a baj, ezt utálom, hogyha pont forduláskor találok rá ezekre a hülyékre. Mert amire megfordulnak, ezek nem néznek se Istent, se ember. Egyébként a másik az annak tök jobban tele. És ez megint figyelj, pont forduláskor kapom a csibészt. Hát mindegy, legalább vissza tudom hozni az ifát. Jó, 91, megvárjuk még megfordul, aztán mellé állunk kokosba. Közben hozzuk az ifát akkor, jó? Látjuk ugye, hogy mikor kezd el aratni. Most 5501 darab búzavarra liter. Mindjárt, hogyha elkezdi ugye aratni, akkor látni, hogy megy fölfele. Úgyhogy ez a mód, ez nagyon jó. Ez a mód, ez nagyon jó. 5501, még mindig, látod? 5501, még nem kezdett el aratni. Még nem kezdett el az alsó aratni. 95 km per órásban megy, de valamit helyezkedik, gondolom még. 5501, még mindig nem kezdett el aratni, nem most kezdett el aratni. Jöcsön. Kiállok a föld szélére, itt. Úgyis itt fog visszajönni a másik, úgyhogy akkor azt meg ide tudom üríteni. Várj, akkor ez így jó lesz. Most akkor menjünk az MTZ-re nagyon gyorsan. Jó, nagyon gyorsan. Indulja 100%. Lekéstünk. Nem baj, gyerekek, semmi gond nincsen. Ne depressziózatok ezen. Egy kicsit így megcsúsznak a dolgon. De különben ez az aratás kettő kombájnál a két végéből szerintem ez így korrekt, nem? Így a legjobb. Meg főleg, hogy ugye lehúztuk a széleit. Ez szerintem tökéletes. Jöhet az ifa vissza. Az ifa az hol? Itt van. Akkor taboljunk majd shift taboljunk, ugye akkor visszafele tudsz tabolni. Aktiváld a Windows-t! Go to settings! Jó, itt ennek meg mellé állok. Tu felül, pont az egyenesbe húzza. A gyerekek, ez csodálatos. Ez az aratás, és egyébként így kellene csinálnom a
minden munkafolyamatot. Ugye lehúzom a két szélét, utána menjen a munkafolyamat. És akkor nincs az, hogy utána, jaj, itt morgok, hogy nem sikerült, miért úgy csinálod, miért nem úgy csinálod. Ez a csőkinyitás, hogy sem oda néző, hallod? Hát bazd, lemegy a nap. Nyisd már ki azt a csőket, nyisd már ki, ne viccelj, na. Ja, nyisd, úgy, jó van. Nyisd, Nyorgorov. Oké, megtörtént az esemény, gyerekek. Jó, a földre ne enged. Szerintem ezt itt hagyom. Másikban már van 20%. Nekünk van 5000, annak van 1300. Jó. Hát gyerekek, van, amit kell csinálni is. Már van, amit van, amikor móka legyen és kacagás. Ez a pótkocsit meg tök jó, hogy itt hagyta valaki, de... Hogy a szeme álljon meg. Hogy a szeme álljon meg, hogy itt tette ezt a pótkocsit valaki. Pótot. Na, kettő sort húzunk, aztán nem szarozunk ám. Úgy, mi oda nézzé. Kirovetszel. Mennyive? 18 km per órával. Jó, az 6%, 34%. Ja nem, 6% meg 9%. Pont fordulnak, tökölnek. Addig kihasználjuk itt a... Kihasználjuk az időt. Bár egy kicsit buktunk, igen, mert nem kapcsoltam be a rendezett százszórást. Egyébként azt belemérhetnék a játékba, hogyha nem rendezett százszórással csinálod, hanem ugye szétcsapatod, akkor az feleljen majd mondjuk egy izének, egy trágyázásnak, nem? Úgy lenne jó. Mert ugye nem véletlenül csapatják szét a földön, ha úgy van, mit tudom én, a kukoricánál is azért van leaprítva, ugye az utána visszatermelődik a földbe. A baktériumok elkezdik enni, aztán akkor minden jó lesz, gyerekek. Igen, megemésztik, és akkor nem megemésztik, hanem ugye lebontják. És akkor az tök jó nekünk, hogy a visszakerül, mint tápanyag. Valamilyen szinten. Jó, nem azt mondom, hogy olyan szinten kerüljön vissza, hogy 100%-ra, de sima libán visszakerülhetne egy 50%-os trágyázásra, hogyha feláldozod, érted a izét a szalvát. De kézzel ugye ki feláldozná, mert ugye ez nem olcsó. Mert többe kerül, mint a... Mint hogyha leműtrágyáznád egyszer. De hát tényleg akkor megcsinálhatnánk azt, érted, többe is kerül. Meg igazából működik is ez a projekt. Jó, hát tudom egyébként, hogy nem ad olyan nagy... Vagy pedig úgy... Hát ja, hogy kellene ezt megcsináljuk? Mert ugye például a kukoricaszár azt talán egy kicsit több tápanyagot ad, amikor azt leszártépőzik, aztán szétcsapják. Ja, hát mondjuk a búzának azért a szalmája nem sok tápanyagot ad, nem? Így a földnek. Ja, lehet, hogy igazatok van. Vagyis tudom, mire gondoltok. Gondolatokat kitalálom. Keeper a medium. Van a medium, meg a heavy. Hard. Jajjaj. Figyelj, jó lenne, hogyha végigérnek itt. Megoldan a helyzetet a keeper! Figyelj. Jajjaj. Jó, mert bocs. Ezt meg kellett lépnem. Nem tudom, a szumma egyébként mennyibe megy, vagy mennyibe nem megy. Ezt lehet, hogy össze tudom szedni a szomszédföldön. De azt mondjuk még pont össze tudta szerintem. Ja, akkor mi a szituáció? Megfordulnak a gépek, addig nem zaklatom őket, úgyhogy addig van időm, és akkor utána mellé állok mind a kettővel. Már nem nagyon fognak beleférni, és lehet, hogy rá fogunk cumizni. Lehet, hogy megcumiztatom magam most ezzel a linkséggel, hogy itt szalmát szedek. Van még pótkocsink, ki kell húzni? Az van, gyerekek, ennyi. Meg figyelj, izébe is beönthetem. Beönthetem a silóba is. Nem? Gyerekek, már kezd lekotkodálni a gép. Jó van, figyeljetek, most ezt leállítjuk itt egy kicsit. Aztán nézzük akkor mi van, MTZ kellene legelőször. Így van, mondjuk ebbe sok nem fér. Ebbe egy 2000 fér, úgyhogy ezt jó rá is csesztünk. Mert állni fog ez a combine. Többet felszed, mint amire kinyitja ezt a szart. Engedd már, more! Lassabban megyek, mint a kombány, he! Esküszöm! Végre! Lassabban mentem, mint a kombány.
Félsz? E félsz? Fú, közel volt. Gyerekek, ez az MTZ-sel, hogy sem, ez a 7100 literben, hát küzd, mint a tényleg a disznó a jégen, szó szerint. Jó, az ifára még fér. De menjünk ma, 14-jel apám a tarlót. Nem sok az a 7 tonna neked? Gyerek! 110 lóerő vagy! Oh. Fú, de mikor érünk már ki innen? Hát komolyan mondom! Ennyi ma! Figyelj, tudod mit csinálok? Félrehúzom. Aztán ott fölkapom azt a másik pautot. Jaj, de menj ma! Oda nézzé! Sanyi! Jaj! Jó, mindjárt! Figyeld rá, jó, oké. Okay. Ejj, te fiú öcsém, hát ez egy múlt baj. 99%-on van az egyik kombány, de várja, ott van az ifa. És pont 100%-on. Ez van annyi, nem? Mondd, hogy ez. Nem, a másik van 99-en, mert fordul. Gyerekek, gyorsan oda menni! Oda menni? Figyelj, beizgatom pont, hogy érjen bele a csöve. Meg fog állni, instant bele fog érni a csöve. Figyeld, el fog indulni. Keeper már abban a pillanatban odáll. Jó, induljál barátom, induljál. Úgy. Jó, 100%. Megállsz. Úgy, pont ki van számolva. Tökéletes ágyni. Ide bele tudod engedni, szépen várj, azt megvárom. Na, úgy. Oké. Okay. Jöhet az izé, MTZ. MTZ második potta. Ugye? Gyerekek, ki van itt számolva videó, figyeld! Az 85%-on van. Az is éppen fordul, ugye? Tök szerencsé. Gyerekek, eddig még nagyon nem álltak a kombájnak. Most nagyon ott vagyunk. És pedig a silóban nem hordom. Viszont most azt fogom csinálni, hogy lerohanok és a zifával silóba hordom. Igazából akkor érdemes ezt silóba behordani, hogyha nem tudod ezt szállítani. Meg ugye, hogyha az árakra válsz, de most ugye nagyon jó áron visszük, szóval nincsen semmi gond. Jó van, gyerekek. Kicsit össze kéne számolni, hogy mennyi van. Van azt hiszem 10.000 literünk, meg 18.000 literünk. Ezen van egy 1.000 literünk, azon, fú, nem tudom, sok van. De még az a lényeg, hogy jön. És tök jó, mert az leürített, és akkor elindult. Ezt tök jó helyre raktam le. Ezek pont 90%-on van, szépen itt beállunk mellé. Oké. Okay. És ebbe bele is fog férni ennek az egész hóbelebanca. Figyelj, pótkocsi lehet hagyni, hogyha éppen van annyi. Érd ide egy izői kellene, valami nyerges, vagy valami nagy tög, az a nagy billáncs. Ezt akkor lehet vele menni, amint az őrültek, érted? Na nézzük, meg is, oké, el is. Fogyott. Figyelj, lehet, hogy be kéne öntenem. Nézzük a másikat, 52%-on van. Az a baj, hogy most azt kellene majd üríteni, és ahhoz meg nekünk az ifa kellene, viszont az ifa 100%-on van. Úgyhogy ezt biztos, hogy be fogom vinni most. Ezt be fogom vinni most a silóba. Hogy ki tudjak jönni mindenképpen, mikor fölfele jön a jobb oldali, nekünk jobb oldali kombájn. Ja, hát egyébként ezen a talajokon, az ilyen földes talajokon szenvednek ezek. Rugán, mint a disznó. Hogy pörög a kerék, bakker. Kirov egyszer is közben dolgoztunk, és mégis egész jól állunk. Így a logisztika az kezd fejlődni, ugye? Gyerekek, kihozok egy csomó gépet, figyelj, tök jó. Tényleg jó. Ki van egy csomó gép, közben szalmát szerek, éppen váltok arra, amelyik kell. Most egész jó, meg egy dicséretet mi azért valaki írja a léci, hogy Franco volt ez Keeper, bár még nincsen vége, utána végén elhagyjuk. Aktiváld a Windows, go to settings. Aktiváld a Windows, go to settings. Sőt, azt kéne fölvennem azt a másik, hát azt nem veszem fel. 65%-on van ugye, amelyik fölfele megy, nagyon gyorsan ki kellene üríteni az ifát, és akkor utána instant mehetnénk. Jó, mondjuk a dicséret elmarad, arra már lecsúsztam, mert jaj, nem ide mész, hülye gyerek, na most aztán már semmiképp nem lesz dicséret. Mivel a rendezett szárszórást nem kapcsoltam be a Verdánál először, ugye azt
Az nem túl jó volt. Jó, az arpa. Mi a? Búz ez. Milyen arpát mondjam? El segítő megtalál, megtelt, itt dolunk el, gyerek, gyorsan! Menet közbe csukjuk a portkocsit fölfele, azt a betyár hallóra, jaj! Azt hittem, fölborul a portkocsi, így megmúlt iramodva egyik irányba. Figyelj, ez pont jó lesz, mert pont fordulni fog, addig ki fogja bírni. Mondani, és megint ugyanúgy alá tudom tenni. Jó, tök jó vagyunk. Nekem nagyon tetszik ez a rész, gyerekek! A csukorra hajtunk! Hogy hajt a hülye a csukorra, mi? Hamsterezést is majd kell csinálni. Nézd meg, 96%, 97%, 98%, 99%, és 100%! Megálltál, nyitod. Nem, figyeld, erről beszéltem, hogy pont meg fog még fordulni szerintem. Ez nekünk marha jó, mert akkor okosba. Amikor a fordulásokkal ezekkel, azért bajban vannak ezek a gépek, gyerekek. Na most akkor mi van? Feladta a leckét neked az a idéhely? Na várjál haver, na, itt sose leszünk ebből jóba, úgy látom. Kicsit bele vagy keveredve talán ebbe a dologba, nem? Tolatni meg én fogok helyetted. Meg kell tanulni talán, vagy mi van? Nincs a belső tükör, azt a zavar, hogy nem tudom elképzelni. Na. Egy kicsi időveszteség van, mert ugye meg is tellett. Leállunk-e. És ugye leürít, egyből el fog indulni, a másikat meg akkor tudom üríteni. Nem mondod? Nem mondod? Nem mondod? Na. Időveszteség. Időveszteség, gyerek. Időveszteség. Ja, hol vagyunk? Megy fölfele, jó van, az úgyis fordulni fog. Ezt ki kell ürítenem, mert kell nekem egy pautkacsi. Egyébként lehet, hogy a T-150K-val jobban járnék hordani az utcot, mert elcseim, ez borzalom, nem? Figyelj, az meg is indult lefele, látod milyen jó? Annak meg bőven van időnk még. Na, tök jó. Ja, lehet, hogy ki... T-150K-nak az nagyon nagy baja nekem, mert olyan lassú mindegy. Nyű. Jó, rakunk a sílóba, legalább tudunk üríteni pautkacsit egy kicsit. Nézzük meg az árakat, nem ment lefele, ugye igazából ennyi idő, hát nagyon nem tud. 1208, jó. Megy fel másikon is egyébként, de szerintem nagyon nem fog följebb menni, úgyhogy nem fogok itt variálni. Mert elindul az még lefele, akkor meg még jó leszünk segélyvel. Figyelj, tudod mit csinálok? Megindítom a T-150K-t. Ezt utána visszafutunk az MT-zé, ez addig elindul, ugye? Ez együtt kell élni ezzel a géppel. Oké. Okay. Lejöjjük, leakasztunk. T-150K már indult. Ráhatolatunk, azt megyünk ki ezzel, mert megvadulsz, hallod? Szörnyű az a... Nagyon gyenge. Az az MTZ, tudjátok? Lehet, hogy át fogom pakkantani. A ti csirketelepre. Ja, egyébként benn van már, amit küldtetek, vagyis jobban mondva démon, hogy küldött targonca elvileg. Sikerült Keepernek belevarázsolni. Úgyhogy a csirketelepen az lehet, hogy vagy a targonca, vagy pedig a... vagy pedig homlokrakodóstól átrakjuk a... De mondjuk az MTZ nem nagyon fog beférni arra, ugye? Jó gondolom. Kitaláltam az én hülyeséget. Aktiváld a Windows, go to settings. Ilyen hülyét hallod? De egyébként tényleg most nem az, hogy ilyen hülye vagyok, hogy nem aktiváltam, hanem ez amiatt van, mivel tényleg egy komplett szinte egy komplett számítógépet cseréltem, a Windowsom meg itt maradt. Szegény ugyanazon a gépen, aztán egy kicsit úgy érzékeli, hogy tényleg a gép lett cserélve. 3-2-1, jó. Na látod, ez húzza, érted, mint az őrült. Gyorsan. Itt lehet, hogy beállok emellé is, akkor már ez a portkocsi legyen tele. KB.
Figyelj, azért ez... Á, gyors géppel időt takarítasz meg, nem keveset, rengeteget. Na. Ezt az MTZ nem húzta olyan gyorsan a pótot, mint ahogy ment a kombaj, nem maradtunk tőle. 30%. 15, 14, 18, 4, 3, 2, 1, oké, félreállás. És akkor még az ifa, az még ott van. Jó, oké, most egy kis szusszanyásnyi időn. Menjünk kiróval egyet. Jöjj, mekkora balonos gumiköcsén. Jó, szedjük a szómát, hát a szükségeltetik, sőt, biztos, hogy szükségeltetik. Mennyi idő van, gyerekek? Nagyon jól állunk, tök jól állunk. Imádom! Nem is tudom, hányadik résznél vagyunk már, lassan a 40. résznél. És még az a durva, hogy körülbelül nincs szerintem egy hónapja, hogy kezdtük ezt a sorozatot. És már a 40. résznél vagyunk, annak köszönhetően, ugye, hogy ma minden egyes nap kerül ki részbe őle, valamikor ugye kettő is. És ezt a jó kis hagyományunkat nem fogjuk szerintem egy jó darabig semmiképpen elhagyni, mert én nagyon élem ezt a sorozatot, és nagyon bírom, és akarom csinálni. Oké, okay. Ez meg lassan ugye megtellik, meg kell nézni, hogy van az eladási ára. Tudunk pörgetni, hogyha learadtunk teljesen, de az meg is fog történni, oda néz, mindjárt le is van aradva, és szerintem benne is maradhat a... Majd nem kell menni üríteni, mert oda néz, le is fogja az egybe. Az meg megy visszafel, az is lefogja. Hát nagyon jó! Egyébként így kell megindítani két oldalról. Nem? Mondani, hogy viszi. Gyerekek, nagyon jól dolgoztunk. Szerintem most körülbelül fele annyi idő alatt learadtuk ezt az egészet, mint ezelőtt. Ugye ennyit jelent, hogy jó a logisztika. Mármint nem az van, hogy szasszazodik. Oké. Okay. Észrevettem ám, Bandi, észrevettem ezelőtt itt maséltem, ugye? Ja, így. Félreállunk, azt meg kell néznünk majd, hogy mennyi. Sőt, meg is nézem, miért ne nézném meg? Hát figyeld! Hadarassanak azok, megnézzük a szalma, hogy éjjel. 137, az viszont jó is, és az istállóhoz kell vinni. Gyerekek, vigyük! Hát vigyük, ne viccelj! Most azon gondolkodok, hogy itt nem tudnék átmenni. Figyeld! Egy kirovetsze vagyunk, az nem gyenge, ugye? Figyeljetek! A kombájnok már simán elvégeznek, de figyelj, ott megállt. Látod? Ott megállt. És szerintem a másik is megállt, bazze. De egyik megállt. Érdekes, hogy azt a részt... Na, itt gondoltam, hogy itt hátul nem lehet elmenni. Oda nézzé. Ó, itt el lehet menni, oda né... Várja... Milyen izé... Így... Jó, azért megfogja. Mert itt hátul el lehetne menni. Akkor ez nem lenne rövid. Gyerekek, 19. Fogja nagyon. Tehát ijesztelek. Menjünk a fűjes részre. Gyorsulunk, látod? Nyepanyemej. Nem tudom, ez a nyepanyemej, ez honnan jön, ez valami orosz akar lenni, csak nem tudom, mit jelent. A nyepanyemej. Na, itt aztán mondjuk hol fogok átmenni, mert van egy izé. Van egy... Várjál, ott nem lehet elmenni, figyeld. A tokosba, ott... Igen, itt árok van. De valahol volt egy olyan rész, ahol az árok nem volt olyan mély. Itt, figyeld. Megoldja ki, itt a bokor mellett, figyeld. Azaz. Itt, már mindenhol egyébként nézd meg már milyen mély, de ott van egy ilyen kis rész, ahol nem. De egyébként az enyém lenne, bele tudnék borítani mondjuk szalmát, és akkor ugye azon át tudnék kelni, mert ugye lehet ilyen kis dolgokat csinálni, vagy rönköket beledobálsz, és akkor ilyen hitszerűt tud csinálni, de egyébként legegyszerűbb ilyen szalmából, vagy valami olyanból, amit nem nagyon sajnálsz. Leüríteni oda, és ugye eddig nem tudunk üríteni oda, amíg nem a miénk. Na, ez mehet. Közben akkor nézzük, hogy... Uuuuh, yeah! Gyerekek, mit csináltok ma megint az anyátok, Úristenem? Hát ez így kell csinálni. Hallod? Így kell csinálni, komolyan. Ez ennyire nem kell megbolondulni. Ez nagyon kemény volt. Arra érek vissza, hogy itt éppen egymáson másztak a... Jó, ezért vesztek össze ezért a kicsi darabért, látod? Hát ezek az én munkásaim, apám!
Egyszerre ideértek, neki ment mind a kettő, mint a tót az anyjának. 8000 betakarításból származó bevétel. Volt ez több is, úgy érzem. Mert ezelőtt mondom, hogy 10000-et kaszáltunk érte. Úgyhogy lehet, hogy még menne fölfele, lehet, hogy belepörgetünk az időbe. Figyelj, ezt itt kiürítem, szerintem beleférne. A másik kombájnnal, meg akkor menjünk már be. Mert igazából előbb-utóbb úgyis be kell mennem bele. Úgyhogy csapjuk neki, gyerekek, bemegyünk. És akkor eladunk mindent. Azt mondja, hogy 30 000-ünk van. Nem fogalmam sincs, hogy mennyi árunk van. Majdnem tudod mit? De nem. Én bemegyek vele, elmegyek arra. Van üres pótkocsink, vagy milyen helyzet van? Van üres pótunk? Hol vannak pótok? Ott ja, azon is van még pót, a T-150K. Valószínűleg a T-150K-val fogom vinni egyébként, mert meg... Mondjuk a T-150K nem fog beérni, arra is kell gondolni. Emlékszel? Ott egy ilyen kicsi rukon tudsz beújni. Úgyhogy a T-150K-val nem kell ott bemenni, én úgy érzem. Hát akkor lehet, hogy marad az ifa. Tudjátok mit? Ki kéne vinni a pótkocsikat a műútra. Aztán ott kellene majd, ott kéne az ifát ráfogni, mert különben megőrülünk. Jó, ez maradjon itt. Kisnyitom. Nézzük a T-150K, ez majdnem fullon van. Az ifával kell hordani, de mindenképp úgy, hogy a műúton rakjuk rá a pótkocsikat, mert különben az nem fogja elhúzni. Úgyhogy ezeket most össze kéne fűzni a keepernek. Most megy az eladási. Ja, itt is összefűzhetem, ugye ez is ilyen aszfaltos útnak számító dolog. De az a lényeg, hogy földre rámegyek, szerintem ott megkotlik az az ifa, ennyi póttal. Sőt, lehet, hogy nem... Ja, még van egy az ifám. Egy pótkocsi. Nem arra mennyi, arra mennyi. Nem mondod, hogy nem jó. 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 Oké, na. Oké, gyerekek. 250K marad így. Ifa jöni. Hát is mászok bele, mert így... Oké. Indítjuk. Hát most olyan nagy alak, hogy egyszer úgyse fogok tudni mindent elvinni. Nem tudom, hogy vigyem. Egyébként, ha nem megyek rá erre a vetésre, egész jó húzza. Hanem ugye fűben megyek, úgyhogy kimegyek a fűre. Mert igaz, hogy körbe megyek, de spórolok időt azzal, hogy gyorsan megyek. Mert figyeld! 24... 25, 26, 30. Itt is elférsz, úgyhogy itt is végig tudsz menni okosba fűvön. Látod? 35. Ez egy kicsit para, így érted a kerítés mellett közvetlenül, de hát jó van, muszáj. 40. Hát nem tudom, hogy ezt elhúzzuk a 3 pótkocsit, hallod? Nekünk jó lesz az, hogy 3 pótkocsit elhúzunk. Egyáltalán, hogyha rá tudnék tolatni, nem tudom, ez az ifában még nem próbáltam forgózsámolyozni. Forgózsámolyozni. Nagyon nagyot fordít rajt. Most forduljál, addig nem fordult el. Nem vagyunk jók, nem vagyunk. Még tovább kéne fordítani, de... Hát, ez meg. Nagyon messze van. Nem azt mondta, hogy ugye? Amire gondolok. Te hallod, a T-150K-nak meg rohadtul itt kell lennie. Az a baj, a térben nagyon nem látok, mi? Na, azért most kezdünk megvadulni szerintem. Mindenki is.
Hogy volt a helyzet? Bassz! Várjál már, bassz! Hogy volt előtte a rudat? Jó, vagy figyeljél, egy szórakozzá! Hú, ezt nem azt akartam, hanem a rudat akartam megfogni, de... Fogd meg a rudat, úgy... Manuál, ez az igazi manuál, hogy csak gyerekek, hogy a rudat odafordítod. De szerintem nem lesz jó egyébként. De jó van, oké. Én ők kívül a rudat. Három pontkocsi vagy fával, apám. Az a jó, az volt, hogy ugye nagyon sleep nincsen, hanem maximum motortárlelés megnő úgy, hogy a henger fejet lelövi az ölükbe. Itt középről, tudod, itt van a henger, motor, itt van középen. Egy ilyen jó kis... Várjál, hol van ez? Elég, ennél nagyobbnak kell lennie egyébként a motor. Volt a mifában, az sokkal szélesebb egyébként. Nem ilyen, mi az a vékony guardán box? Itt van a motor. Ne vicceljetek. Jó, három dolog. Ó, jönnek utánunk, dig off. Na, merre kell menni? Egyenesbe. Na nézzük, mennyi lesz az annyi gyerek. 23 ezer liter búmzár viszünk most. Az ugye 1200, akkor egy olyan 25 ezerbe fog fájni. 26 ezer, akkor fölmegyünk egy 56 ezerre. Még van egy kevés, úgyhogy a tikólat meg kell venni már ma. Ja, meg kell venni a tikólat. Na várj. Úgy, és akkor ide valószínűleg billentési oldot kéne választani, hogy mi van bazza? Ja, nem azon vagyok. Hogy jó, hogy van, jó. Meghoztuk a izét. Jó, burzsúj fickóler, veszi itt agyba főbe buzát. Drágja balra, ne. Szenzációs áron. Az lesz a neve ennek a csávónak, aki itt veszi a búzát. Szenzációs áron. Ugatnak a kutyák. Ja, itt ez biztos veszi a fát, és nézd meg mennyi fáj van. Ez tényleg ilyen izé lehet, ilyen... Jó nagy izé lehet, zsiványt. Fölvásárolt mindent. Amag viszont... Úgy, billentési oldal nem volt jó. Na gyerekek, 48 000, még 8 000 fölmegy, akkor 58 000-re körülbelül fölmegyünk, 59 000-re. Körülbelül, vagy 60 000 körül? Először, másodszor, harmadszor. Ja, 59 ezerre. Oké, okay, srácok, hát most az úton fogunk elmenni. Talán nem jön a busz éppen. A busz! A csiketelepet, meg a csiketelepet. 59 ezerünk van, úgyhogy gyerekek, mindenféle körülmények között meg lesz az a nézőc utc. Nem tudom, mennyi van. Na jó van, oké. Okay. Ez az, ami nem fog kijönni soha. Érdekes. Érdekes, ez a pótkocsi átjött rajt. Új, Istenem, hát az annyira kellett nekem, hogy szar a zsebbe, gyerekek. Na jó van, majd visszajövünk. Szerintem egy traktorral... ja, vagy visszaugrassam? Visszaugratás olyan is, na, szóval nem tudom, hogy jó lesz az nekünk, hány literes ez a pótkocsi? Jó, a gyerekek, megoldjuk azt majd, de most annyira rá vagyok függve, a csirketelepet akarok, csirketelepet! Komolyan. Egyébként ott a szalma még, úgyhogy azzal tudok gazdálkodni. Merre menjek? Tök mindegy, mert kb. Ugyanaz a távolság, itt a fűjjére vegyünk. Gyerekek, ez az ifa adott ki... Ojjaj. Kitekerem a kormány teljesen, hallod, de úgy tolja az elejét, hogy itt szerintem föcsöli a földet, amikor így izé keresztbe ki van fajdva a kerék. Gumi úrral az izé nyomja rendesen. Hát a gyorsulás az nem egy Tesla, apám. A gyorsulásunk. Azzal meg oda kellett állni, komolyan. Várjátok, ez még van a izébe is. Van a kombányba, mi? Ú, testvéreim az úrba, még van a kombányba is. Mindjárt jövök vissza. A csíketelep, lehet, hogy még meg tudom menni Démonilnak mi az? Targoncáját. Hát akkor már tényleg nagyon királyok lennénk. Mondjuk búzok ellene másik csíketelepbe is. Egy kicsit azt kéne hagyni. Mindenképpen, mert nem lesz a tikoknak mit enni. Annyi van itt. Hogy vagyunk itt?
Nem kellett volna fönn akadni, mi? Hülye gyerek. Ó, bazza, mennyi búza van még. Erre fölfér 5000. Úgyhogy akkor már bőven meg is vagyunk, meg ugye ott azon a pauton is van. Meg még akkor arra pótra még engedjünk. Ó, hát akkor nagyon jó vagyunk. Akkor még van 11000, azt a pótot elengedjük, és a maradékot meghagyjuk izének. A tikoknak, jó? Úgyhogy akkor így jut is marad is. Meg ugye még el tudom adni a... Ó, Istenem, már megint ezt hallod. Ugye, mindjárt izé besokallok ettől. Öcsém, ez... Egy ifa van, még ráadásul. Egy milliméter torép, egy milliméter idép. Figyelj, azért. Mindig így érted, az utolsó pillanatban feforgatom. Hoppá! Nem cseszett ki a képernyőn a technika! Jó. Szegény Krisztál itt árválkodik, izé, kiesett a pixisből. Eladjuk a francba borért. Az kb. Ilyen semmire nem jó. Ja, ezért kell volna egyébként kereksúlyt rávennem, lehet igazad volt. Bence írta egyik rész alatt, bazze. Én is felejtettem. Na, akkor indítsuk meg a folyamatot. És akkor megnézzük, mennyi maradt betermelve a kívánnek. Úgy. Szerintem arra még egy 5000 liter, nem? Körülbelül, nézzük. 5000, álljál meg, 5100 liter. Gyerekek, olyan nagyon 15000-ére ezt eladjuk, az ugye... Ja, 15000 kb, az meg lesz 75000. Meg lesz a targonca is, gyerekek. Megveszünk a targoncát, a dupla csirketelepre, meg lehet, hogy még fogunk egy kis kerítést is húzni, vagy valami csodát. És gyerekek, kis időben vagyunk. Halljátok? Egy órás videóban full learadtuk a cuccost. Azért, itt meg van egy moly lepke a monitoromon, hát az meg nagyon hiányzott nekem ide. Faragyol rébb legyen szíves! Aktiváld a Windows, go to settings, de most őszintén a professzionális videózás legaljabb azzal, hogy a... Kirakjabb azzal, hogy aktiváld a Windows-t. Azért ennél lejjebb már nem süllyedhetsz képet, komolyan mondom. Ennél lejjebb már nem, ennél lejjebb már nincsen. Csak hülyes kerekem van. Jó, oké. Okay. Jó volt, hogy ez az 5000-es kis pótkocsit is elhoztam, ezzel is van egy kis gempa. 63000, 64000, 65000, és megvan a izé. Gyerekek, meg az a kuka, ez mi van, oda van lőve a földbe, vagy mi a... édes Isten. Na, ennek már megint... Fölkapcsoltam a lámpát, nem tudom minek. Jó van, gyerekek. Megjöttünk. Meghoztuk a búzát, nem is tudom, hol teszitek, hallod? Gyere elő, Árpád! Ilyen csóró biciklője van, aztán nyílt, figyelj, csúszd a vanának ujjának, apám, figyelj! Várjál, lecsúszok én is. Miért nem csúszok le? Nem tudok csúszni, miért nem tudok csúszni? Valami nem stimmel. Várj, oké. Lecsúszok. Hoppá, hoppá. Várjál, még egyet kell csúsznom, nem hiszem, de lehet csúszni. Várjál. Hol van? Nem tudok átvenni? Túl nagy vagyok? Várj, akkor felmászok itt. Csak orra ne essek. Jaj. Ez nagyon jó. Na jó van a hülyeséget. Befejeztük. Megállítjuk az ifat. És most viszont nagyon rohadtunk elmenteni egyet. Mert az a baj, hogy itt elcsesszük, akkor baj van. Ugye nem tudom azt, hogy eladom, fölveszem. Elcsesszük, akkor az lesz, hogy jött a vége a videónak. És a Keeper majd vissza fogja tölteni, és akkor szenvedünk majd az a következő részben, úgyhogy úgy készüljetek, jó? Itt meg mi történt? Mi folyik egy gyöngyösen, hallod? Ezt vissza kell majd valahogy imádkozni. Tudnám, hogy jaj, figyeld, föltekeredett az izére. Alumínium... izé, behajtanítós, nem behajtanítós, elsőbbsegédes kötelező. Tiábler! Na várjál, tikoknál mennyi izé van, tojás? 1875, nem bírom ki, hogy ne adjam el egyébként, lehet, hogy eladjuk. De miért van az, hogy beszorul a villentyűzetem alá az egérnek az a kábele? Jó, álljunk el odébb ezzel a targoncával, mert csak útba lesz. Na gyerekek, imádkozzatok, hogy ne nagyon csesszve, figyelj, állok addig vele ide. Bár majdnem. Úgy kellene ide állok, az becsukom az ajtót. Ez ketté vágja. Oké, gyerekek, nagyon koncentráljál.
Mindenképpen, hogy egy helyen legyen, ugye? Fú, bassza, mentső egyet, még egyszer keeperös. Mert itt a bajok nem lesznek kétség. Oké. Akkor vegyük meg. A csike telepet! A csike telepet! Állítólag. Na várj, hol van olyan? Egyébként olyan picinek látszik, azt mindig elkerül. Na, oda nézzél, bazze. Azt a betyár. Na, ez pont így kéne, érted? Csak a magasságra rohadtul figyeljünk. Ó, de jó lenne így oda néz. Azt a betyár, de nagyon jó lenne. Csak várjál, nem mindegy, meddig van a föld? Mert ezt most komolyan mondom, hogy a föld, azt hiszem nem teljesen a kerítésig van. És akkor ugye nem tud... Aha! Figyelj-e! Mert ugye akkor nem fognám tudni... Azt kellene nézni, hogy hol van a közepe a kis karakteremnek. Még egy kicsit. Aha. Látod? És most van kávé. Kávé eddig tudok menni. Most nincs viselj, ide pisáljak, vagy mi, hogy tudjam, hogy mi van. Körülbelül 2 méter a földtől, nem? Mert akkor ugye nem fogok tudni tölteni meg semmit. De jó van, hát nem. De! Miért ne tudnék? Gyerekek! Csináljuk, Borehead, ne szórakozzál! Na, csodálatos. Aj, bazen, nagyon-nagyon! Jó, csak nehogy elcsessze, most tényleg az igaza van. Igaza van tanult kollégámnak, hogy nehogy az legyen. De egyébként ide rakhatnám tök a falig. Mert ezen az oldalán ugye nincs semmi. Így kellene, gyerekek, hogy ide tök a falig ide teszem el. Figyeld! Beteszed a fal mellé. Ide. Jó lesz az érzem. Azt a mot! Gyerekek! Hűha. Izé kerültünk a... Azt a rohadt életbe, hallod? És nem azért mondom, öcsém. De ez... Hűha. A fát ki kéne vágni, nem tudom kivágni. Nem valószínű, mert nem az ennyi mehe. Ja, de ki tudom vágni, csak nem tudom eladni. Úgyhogy ez jó, ezt majd kivágjuk a francba. Semmi gond, gyerekek, ez egy kicsit zavaró. De egyébként ez nagyon ott van, figyeld, hogy lerakta a keeper öcsém. És pont jó vonalba meg minden, és pont egymásra szembe, gyerekek. Hát ide meg mit tudom, én húzok egy kerítést, azért tök jó nézzen ki, vagy valami. Ó, hát ez nagyon adja. Örülök ám, komolyan mondom, mi van a túloldalán? Kapcsoljuk fel a villanyt, hallod? Hát, izé van, rezsicsökkentett villanyjal fűtünk, vagy izérünk, világítunk. Meg itt hát, ugye? Ó, és ez meg pont eddig a kerítésig, megőrülsz. Hát ez valahogy úgy kellene megcsinálni, hogy itt bekerítjük majd az egészet, az tök jó lesz, nem? Így bekerítjük, megy a kerítés, neki megy ennek. Ide. Itt meg mondjuk, mit tudom én valahogy... Itt is megcsináljuk. De ez most nagyon-nagyon jól sikerült. Igen, egy kicsi... Igen, és pont szintben van a kettő. Látod? Pont síkban van a kettő. A kettőnek a bejárathoz pont síkban van. De tuti! Nagyon jó. Esküszöm, nagyon jó. És szinte... Nem szinte, hallod, az ajtók azok full idejében vonalban vannak, figyeld. Így, majdnem, hát, igen, ennyi. Nagyon adja. Hát ez baz, ezt most, ne haragudjatok, de ezt most nagyon eltalálta a kipő. Ezt most nagyon eltalálta. Na figyeljetek, vegyük már meg a targoncát. Azt akartam mondani, hogy ezt a targoncát meg... Öcsém, ez nem jó, baz, ez átlógott eddig. Nem lett jó a móka, mert magasabb lett, mint ez. És itt... Van egy ilyen ugratavó. Ja, most ez nem abba akadtam. De mondjuk aztán az érdekel minket. Hú, hát lehet, hogy azt fogom csinálni, hogy ezt újra töltöm. Látod? Lett egy ilyen. Igaza volt... Tanult kollégámnak, hogy itt ez nem nagyon jött össze. Látod? Ez igazából körülbelül egy magassággal följebb van ez. És akkor ide került be ez a pup. Hát úgy lett volna jó, hogyha ez nincs. Ez elég bután néz ki. Hát figyeljetek, egy betöltést mindenképpen megér. Viszont a targoncát azt mindenképpen szeretném megnézni, aztán akkor azt csinálja a keeper, hogy ezt rendbe hozza majd. Gameplay-en kívül, de
targoncát mindenkihez, hallod? Mekkora hajva, hely van, de azért nem átmegyek. Viszont ez tök jó. Egyébként jó annyi, hogy egyen lejjebb kell vinnem majd a másikat. Menjünk, ne csak a jövő. Figyelj, nem tudok elmenni. Egyébként ezeket ki kell tapasztalni itt, a fűves részen. De tudtam, nem, mert ott tárog van. Targoncol meg nem szereti az arkot. Jaj. Aktiváld a Windows, go to settings. Hülye. Mi? Ilyen felirat, bazaj. Jó, de azért nem volt rossz rész, nekem tetszett, tök gyorsan aradtunk. Egyébként nagy gépekkel ugye lehet, hogy a háromszor ekkora földet is learatom ennyi idő alatt, és akkor ilyen 500 ezreket keresek. De azért mindig sikerül lelaknom magam anyagilag. De figyeljetek, ez ugye itt marad természetesen, mert ezt csak kölcsön vettük. Viszont, az hol van? Van olyan, hogy van az egyébnél? Nem. Hova raktad bazzi a targoncákat? Autóknál. Küldött nekem targoncát, be is raktam. Remélem, hogy nem valami pak volt, vagy valami ilyesmi. Hűha. Ennek egy baj lesz itt. Nem fogom tudni megtalálni. Én is kerül járni, ugye? Elég érdekesen kerülnek a dolgok. Egy ilyen befele. Időn egyébként látjátok ez a izé. Tudsz húzni vele több asztrát. Vetőgépet, úgyhogy van ilyen csoda dolog. Ez meg mi az róla? Mi az ilyen permetet, de mi az? Minek? Nem tudom, hol van bazza az izét. Tesó, hol raktad? Tudod? Ó, figyelj, ilyen kellene az izére. Nem tudom, hova raktad a... Basze. Küldött nekem egy csodálatos... Kerekes rakodók csak, nem? Kis traktorokhoz? Nem rakja be, nem? Egy izét keresünk, egy rohadt targoncát. Nem néztem meg előre, hol lehet, de nem számítottam rá, hogy nagyon elbújik. Sanyi meg álmodik, az közben így nyikog. Ilyen pici targonca egyébként. Kompaktoknál nem volt, autóknál nem, kaszálógépnál nem, csak nincsen, homlokrakodóknál nem volt. Egyébként ezt tök lehetne használni ilyen izére, ilyen állattenyésztésre. Japot, burgolja, terautóknál, nem tudom, csak nem. Akkor nem rakta be. Innen nincs, kis traktoroknál nem volt. Nagy traktor... Itt nincs, érdekes, hogy... Hol van bazza? Erdész, teleszkópos targoncák, ott sincs. Itt valahol. Kompakt rakodó, ide csak nem rakja be. Egyéb. Nem látom. Oh shit, pedig tök jó kicsit targonca volt, bemásoltam pedig. Oh, de kár. Pont ura illett. Ez jó, el van dugva. Pótkocsi biztos nem állt, hát ezek közé biztos, hogy nem rakja be. Ültető, tárgyaszoró, kaszáló, növény, védelem, vetőgépek, műtrágya technológia. De hogy keressek rá, érted? Mert máshogy hogy lehet? Márkák között, nem hiszem, hogy... Hát ezt soha az életben nem találod meg márkák között. Nem tudom, mi volt a neve. Baze, nem tudom, mi volt a neve, hallod? Ha megdöglök, akkor se. Ó, de kár. Pedig most kipróbáltam volna. Nem emlékszem, mi volt a neve. Talán valami P betűs. Nincs is P betűs, baze. Meg súlyok. Fú, de Isten! Deka! Dakar!
Valami, nem tudom milyen neve volt. De Isten, nem fogom megtalálni szerintem. S betűs vagy P betűs lehetett. Így, mikor találunk gyerekek, mi? De ma hát, ha meglátom, de... Elkállt egy kis anám, gyerekek. Erdőgazdaskodáshoz. Hát akkor lehet, hogy bele sikerült egyébként. Sajnos. Nagyon érdekel. Idegesít. Ez volt ismerős név, ugye azt mondta, hogy rákattint az emberke. Az mégsem az, amire gondol. Szerintem nem került be, bazza. Ennyire elkerülöm a nevét. Ja, valószínűleg nem került be, lehet, hogy valami ki kell volna tömörítenem. Hogy ilyesmi, aztán emiatt. Hát nagyon bánom. Olyan bánom, hogy nem került be. Na mindegy, gyerekek. Ja, hát egyébként jó lesz ez a tyúkol, csak annyit kell vele csinálnom, hogy... Akkor össze kell hoznom, hogy egyen lejjebb. Visszatöltöm szépen, és akkor ugyanezt meg fogom csinálni, csak egyen lejjebb legyen. Na, köszönöm szépen a figyelmet, bocs, hogy ilyen sokáig itt tökörésztem. Köszönöm szépen még egyszer, tényleg, sziasztok!